A Tiszató környékén megemelkedett a káros szenvedélynek hódolók száma. Ezen adat visszaszorítása érdekében több szervezet is összefogott. Programmal álltak elő, amelyet sajtótájékoztató keretében mutattak be részletesen. A gyerekek körében a káros szenvedélyek terjedése a Tiszató környékén is megugrott. Ennek visszaszorítása érdekében, valamint abból a célból, hogy a fiataloknak több időtöltési lehetőséget biztosítsanak, civil szervezetek, vállalkozások és állami intézmények fogtak össze. Ez példa lehet minden horgász egyesület számára. Ennek a csoportnak egyik tagja a Sporthorgász Kft., amely megalakulása óta nagy figyelmet fordít az utánpótlásra. Hegedűs Gábor ügyvezető igazgató nagy örömmel fogadta ezt a kezdeményezést. Ő egyike volt azoknak, akik útjára indították a Pecasulit. A Pecasuli az egy horgászprogram, méghozzá egy nagy horgászprogram. A Tisza felső szakaszától, Tiszabecstől egészen Szegedig, jobb és balparton, nagyon sok iskolába, összesen 1700 gyerek tanulja ezt. A lényeg az, hogy az iskolákkal mi szerződést kötünk, a Tiszatavi Sporthorgász Kft., és az iskolák 20 tantermi és 20 vízparti órát biztosítanak a gyerekeknek, ami módszerünk szerint, ami tankönyveink alapján, ami eszközeink igénybevételével, amit a gyerekeknek adunk. Természetesen horgász engedélyt is biztosítunk rá, részükre, és ennek a Pecasuli kapcsán a gyerekek megtanulják a halbiológiát, megtanulják a halak viselkedését, a környezeti dolgokat, a természetvédelmi vonatkozásokat, a vízi közlekedést, és hát nem utolsó sorban az etikai kérdéseket is. A kezdeményezés lehetőséget ad a diákok számára, hogy megismerkedhessenek a horgászat titkaival, ismereteivel, felszereléssel és számos más részterülettel. A horgászat életében január 1-től fontos változást lépett érvénybe. A legfontosabb, és ez csak a tiszatavi tavat érinti, az az, hogy 2018. január 1-től valamennyi gyermek horgásznak, tehát 3 és 14 év közötti gyereknek ingyenesen biztosítjuk a horgászengedélyt. Azok, akik kedvet kaptak a horgászatra, és nem feltétlen már iskoláskorúak, hogyan tudnak bekapcsolódni ebbe az egészbe? Ide jönnek a Tiszatóra, és bemennek az első horgászboltba, vagy horgászegyesülethez, vagy eljönnek a mi horgászközpontunkba, Tiszafüredre, a Morotva partjára, és szépen köszönnek, és kérnek egy engedélyt, és fognak kapni egy engedélyt. De hogyha egy busszal jönnek, akkor egy busznyi gyerek is fog kapni engedélyt természetesen. A Tiszató partjáról közel 1200 tanuló kap ingyenes horgász és területi engedélyek kiváltására jogosító utalványokat, amelyek kölcsönözhető alaphorgász felszerelés kiváltására is alkalmasak. A cél az, hogy mindenki horgászhasson. Szepesi Imrének már gyermekkora a Tiszató körül telt. Járták a vizet, az így felhalmozott tudást pedig most szeretné átadni a fiataloknak is. Ugye egyesületünk nem kevesebbet vállalt, az 1200 kívül, mint hogy a szokásos ütem rendjében is, tavaly évben 400 darab gyermeket indított az útjának, elég aprólékos munkával, és nagyon büszkék vagyunk erre a számra, hisz mi ezt úgy tesszük mindig, hogy megadjuk az alapokat. Most is ezt szeretném tenni, azon kívül, hogy az engedélyeket megírjuk, ami egy adminisztratív feladat. Ezek az ajándékutalványok most szétosztásra fognak kerülni, iskolai igazgatókhoz, iskolában el fog jutni a gyermekekhez, akik ugye hazaviszik, szülőt vagy gyermek kitölték, visszaviszik, mi vállaljuk, hogy személyesen minden iskolában meg fogok jelenni. Az ajándékutalmányokat összegyűjtem, hazaviszem, kitöltjük, és személyesen fogom vissza is vinni a területi engedélyekkel együtt, hogy minden gyerek hozzá tudjon jutni, és minden akadály el tudjon arról hárulni, hogy bárkinek ezzel plusz költsége legyen. Több hobbit nem élnek meg a gyerekek, amit egyébként kínál a Tiszató. Egyik a horgászat, amelyhez számos eszköz kell. A gyerekek ebben sem fognak hiányt szenvedni. Szerintem az egyik olyan különleges program a magyar horgászat történetében, ami arról szól, hogy az iskolákba mi fogunk helyezni úgynevezett minta alapcsomagokat. Ezért az egész támogatásért a hajdalázót illeti a segítség, akik első szóra mennénk álltak. És ezek a horgász eszközök gyakorlatilag ingyen bérelhetők, vagy ingyen kölcsönkérhetők lesznek a gyerekek számára. Ebben lesznek horgászbotok, etetővedrök, horgászládák, felszerelt horgászfelszerelések. Ezek fognak egy alapot adni ahhoz, hogy a gyerekek elkezdjenek horgászni.
bízom abban, hogy minden iskolában találnak barátokat és találnak felnőtteket, hiszen azért azt tudni kell, hogy felnőttekkel tartózkodhatnak még ebben a korosztályban a vízparton. És én bízom abban, hogy először snecikkel, aztán egyre nagyobb halakkal a horgászat bele fogja lakni a szívük gangán, meg fogják ismerni a természetnek a varázsát, meg fogják ismerni azt az élményt, ami nem csak a halfogásról szól, hanem a természettel történő együttélésről és a természet megbecsüléséről. Azok, akik kedvet éreznek ehhez a sporthoz, és ahogy mondani szokták, igazán oda teszik magukat, nagy sikereket érhetnek el. És persze számos előnye van a mindennapokra nézve is. A horgászat türelmet tanít, a természet megbecsülését tanítja, élményeket ad, és szerintem egyfajta közösségi élményt ad. És egyébként pedig azt gondolom nekünk egy marketing élményt is ad, hiszen van miről beszélnünk azért, hogy a Tiszatóra fölhívjuk a figyelmet. Mekkora a sikere a horgászatnak manapság a gyerekek körében? Én azt gondolom, hogy a gyerekek két részből fertőződnek meg a horgászattal, vagy belenőnek a szülőkön keresztül a horgászatba és a víz közeli életbe, vagy pont ennek a hiánya hozza őket vissza a vízpartra. Tehát nagyon sok olyan gyerekünk van, akik egyébként nem víz közelben élnek, városi gyerekek, de az internet kapcsán nagyon sok olyan fertőzés és információt kapnak, amiért a vágy az fölébred bennük, és lejönnek a vízpartra. Tehát én szerintem átjárás van ide és oda, de azt látjuk, hogy többen vannak sajnos, akik a digitális világban élnek manapság, mint ahányan a vízpartra jönnek. Természetesen a horgászaton kívül még számos területen terveznek újításokat. Törekvéseik elsősorban az értékek átadására irányul. Az egész akciónak az a lényege, hogy a Tiszató partján viszonylag magas a gyerekek körében a fertőzöttség káros szenvedélyekkel. És mi úgy éreztük, hogy ennek az az oka, hogy nincs mit csinálniuk, tehát nincs lehetőség arra, hogy a szabadidőket kulturáltan töltsék el. A mi törekvéseink elsősorban arról szólnak, hogy milyen értéket tudunk adni a gyerekeknek. Ez a horgász és ne kábítószer, ez így is mondhatnánk, ez a ne kábíts magad mondat, ez végül is ezt jelenti. Ez az első út, ami a horgászat, mint sport felé viszi a gyerekeket. A tervünk az, hogy elkezdtünk ugye tavaly már egy néhány történetet. Az idei évben van egy megállapodásunk az EGRI klikkel, hogy megpróbálunk a tanterve beépíteni vízi sportokat a mindennapos testnevelés programjába, és így evezős bázist akarunk létrehozni. Komolyabban szeretnénk csinálni a vitorlázásunkat. Most úgy néz ki, hogy a legnagyobb magyar vitorlázó gyerekkori edzője már lelátogat hozzánk a nyáron, és ő fogja a vitorlás táborainkat csinálni. És én azt szeretném, hogy egyébként a Tiszató teljen meg gyerekekkel, akik sportolnak, kerékpároznak, futnak, úsznak, mert szerintem erről kéne, hogy szóljon a gyerekkor. A hidegre való tekintettel léghorgászatra jogosítanak-e ezek az utalványok, engedélyek? Persze, ezek egész évben szóló engedélyek. Ők mindent csinálhatnak, amit egyébként egy horgász csinálhat. Imádkozni kell a jó időhöz, hogy legyen legalább olyan telünk rövid ideig, mint amilyen a tavaly volt. De ők minden horgászmódszert a pergetésen kívül gyakorlatilag teljes körű joggal csinálhatnak. Egy fontos dolog van, hogy magukkal kell vinni ők egy felnőttet. Tehát ők ugye kiskorú gyerekek, ők csak felnőtt kísérletében horgászhatnak a vízen, de gyakorlatilag minden horgász élményt átélhetnek. A sajtótájékoztató végén a gyerekek átvehették a felszereléseket és utalványokat, ezzel pedig elindult az iskolák felé a küldetés, miszerint horgász, ne kábítsd magad.